Szerető édesatyánk, ki a mennyekben vagy, köszönjük, hogy bennünket is lélekben te hozzád hívsz. Köszönjük, hogy te, aki Jézus Krisztusnak atya vagy, nekünk is atyánk vagy ő benne. Köszönjük ezt a biztonságot te benned. Szenteltessék meg a te neved. Segíts, hogy a mai alkalommal is, a mi itt létünkben, szolgálatainkban, és jöjjön el a te országod. Most a mi lelkünkbe, hogy megérezzük a te közelségedet, és minél hamarabb a teljes helyreállítás, Urunk. Erre vágyunk, ebben reménykedünk. Országod eljöveteléért vagyunk, és segíts, hogy legyünk, és ma is az ígéd által tisztítsál és készíts elő bennünket a veled való találkozásra. Áld meg, kérünk mindannyiunkat, hogy rád tudjunk figyelni a reggelen. Különösképpen kedves vendégeinket kérünk, hogy áld meg, hogy ővelük együtt mindannyian megtapasztaljuk, hogy jó az Úr, és közel van azokhoz, akik őt keresik. Áld meg, kérünk a szolgálatokat, és segíts, Urunk, hogy benned és érettet tegyük. Köszönjük az áldásodat Jézus által. Amen. Malakiás profétának a könyvéből, a harmadik fejezetből, ottan pedig a tizedik verset olvasom, buzdítóul a tizedre, valamint az adományok begyűjtésére. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja a seregek ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Megkérjük a diakonusokat, szíveskedjenek begyűjteni a tizedet, valamint az adományokat. Köszönöm. Szerető Istenünk, néped elhozta jó kedvéből, elhozta jó szívből a tizedet, valamint az adományokat a szent oltárodra. Arra kérünk, Urunk, hogy te áldjad meg ezt az adományt.
Áld meg, jó Istenünk, a szíveket, áld meg a kereseti lehetőségeket. Áldjad meg, Urunk, a Te népednek azt az adományozó lelkületet. És adjad, Urunk, hogy megtapasztaljuk azt, hogyha megpróbálunk Téged, Te bőségesen visszatéríted mindaz gyermekeid számára. Jó Istenünk, ilyen értelemben arra kérünk, hogy áld meg ezt az összeget, amit összegyűlt előtted, és adjad, hogy a kellő helyére jusson. Segítsed meg az evangélium hirdetésében, és adjad, Urunk, hogy mások is megismerjenek Téged ezeken az adományokon keresztül. Hisszük, hogy meghallgatod imánkat, és többet teszel gyarlókérésünknél Jézus nevében. Amen. Boldog szombatot az ünneplő közösségnek. Az este Gábor testvér feltett nekünk egy kérdést, és ugye, hogyha ti is emlékeztek rá, ez így szólt, emelje fel a kezét, aki függőnek gondolja magát. Kedves Gábor testvér, mindenki nem tette fel a kezét, de biztosan elmondhatom neked, hogy mi itt a kolozsvári gyülekezetben annyira szeretünk énekelni, hogyha ezt nem tesszük meg, a hét folyamán már elvonási tüneteink vannak. Úgyhogy engedelmeddel most délelőtt is fogunk énekelni két éneket. Az este hazamentem és előkerestem énekeskönyvünk 221-es számú énekét, és elkezdtem a történetét olvasni. És el kell nektek mondjam, hogy eszembe jutott Kémeri mamám, akihez, hogyha sikerül elmenjek meglátogatni, mindig elmondja, hogy neki már semmi földi jóra nincsen szüksége, de hogyha még kérhetne Istentől valamit, akkor az egy pici egészség lenne. Amikor a történetét olvastam Carternek, aki 1849-ben született, eléggé megdöbbentem, ugyanis 30 éves korában egyszer el kellett menjen az orvoshoz, aki lesújtó híreket közölt vele. Azt mondta neki, hogy Carter, nézd, nem akarlak elszomorítani, de az igazság az, hogy jobb esetben már csak heteid vannak hátra, ugyanis súlyos szív problémáid vannak. Carter szomorúan tudomásul vette a híreket, majd hazament, letérdelt az ágya mellett, és elkezdett Istenhez fohászkodni, és azt mondta, Uram, ha csak egy icipici egészséggel még megáldanál, egész hátralévő életemben Téged szolgálnálak. Isten ezt a felkérést, ezt az imádságot, ezt az óhajt olyannyira komolyan vette, hogy további 49 évet adott még Carternek, aki imájában azt is elmondta, hogy Uram, ha csak 5 napot adsz, ha csak 2 hetet adsz, én akkor is Neked fogok szolgálni. 1928-ban ugyan meghalt, de a 221-es számú ének azóta is a keresztény világ egyik legikonikusabb éneke, úgyhogy meghívom a közösséget, hogy énekeljük teljes odaadással az élő Istennek.
következő éneknek ugyan nem kaptam meg a történetét, de úgy gondolom, hogy talán nagyon a témához, amit Gábor készített számunkra, a függőségekről fog tudomásom szerint beszélni, és elvégeztem egy rövid kutatást, most már nem a Google-el végezzük, hanem a ChatGPT-vel, és megkérdeztem a drága barátomat, hogy mi az, amitől az emberek a legjobban félnek, milyen függőségekben szenvednek, és képzeljétek el, a ChatGPT azt is elárulta, hogy az emberek a legtöbb esetben szégyellik felvállalni a függőségeiket. A lehető legeldugottabb részükre tennék a függőségeket, és nem beszélnének róla. A 104-es éneknek a dalszövegét, ahogy olvastam, azt mondja, hogy ha megvallod ő előtte igazán, őszintén is igazán, akkor ezeket meg fogja bocsájtani. Úgyhogy kedves Gábor, ezzel az énekkel készülünk a szolgálatodra, és ne felejtsétek el, hogy Isten minden bűnt megbocsát, amit megvallunk előtte, őszintén és igazán. Az utolsó verszakot kétszer fogjuk énekelni. Köszönöm a segítséget. Összeköt bennünket az ének. Figyeltem azt, hogy kedves vendégeink is be tudtak kapcsolódni az énekbe. Mindenek fölött összeköt bennünket az Úr Jézus Krisztus, akinek a nagy nevében szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a reggelen. Mint meg volt hirdetve, és mint láthatjuk is, a mai szombaton de vendég lelkész van körünkben. Horváth Gábort nagyon nagy szeretettel köszöntjük újból, köszöntjük Gábor. Nágocsról érkezett, ez délnyugat Magyarország, ahogy az este nézegettem a térképen. Sok éve már függőségi szenvedő betegekkel foglalkozik, tehát az addiktológia, azt is megtudtam, hogy mit jelent akkor ez a szó, tehát függőségi kezelést, ha jól értettem.
Arra hívom a testvéreket, hogy ma készüljünk fel arra, hogy hosszabb lesz az alkalom, és reméljük, hogy gazdagabb a Jóisten áldását kívánjuk szolgálatodra. Létatot szeretném majd elkérni. Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntlek én is titeket, és örömmel jöttem, és bíztam abban, hogy lesznek régi kedves arcok és újak is. Amikor 9 évvel ezelőtt itt jártam, van egy nagyon kedves emlékem, az pont egy ilyen tanévvégi időszak volt, és sokan akkor érettségiztek és ballaktak, és itt a gyülekezetben álltak meg egy félkaréban a fiatalok, tettek bizonyságot, és imádkozott értük a gyülekezet. Egy olyan kedves, szívet melengető emlék nekem is, és jó újból találkozni veletek. A témakör, ami a szívem csücske, az nem változott, ez a függőség és a kegyelem kapcsolata. Arról szeretnénk gondolkodni veletek ezen a mai délelőttön, hogy Isten hogyan szerette bennünket a függőségeinktől megszabadítva, az ő kegyelmében gazdagon elrejtve egy másik életre, egy életpályára állítani. És azt elősegítve, hogy tudjunk azonosulni a témával, eseteket hoztam most, 4-5 esetet, és arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit válaszolnátok akkor, hogyha a következő kérdéseket kapnátok. Első eset. Koffein függőséggel küszködő adventista vagyok. Naponta 3-4 kávét is elfogyasztok, és mellette energiát is iszom. Nem tudom abba hagyni, többször is megpróbáltam, de nem tudok tartósan változtatni, előbb-utóbb visszatérnek ezek a stimulások az életembe. Amikor heves szívdobogást érzek, és aggódom az egészségemért, úgy érzem, szükségem van valamilyen segítségre. Ismertek ti koffein függő adventistákat? Előfordul? Használ valaki kávét esetleg? Vagy olyan stimulánszert, ami esetleg nem csak jó érzéseket ad neki, hanem feszültséget? Második eset. A gyermekem a kütyüje és a sorozatok rabja. Féltékeny vagyok a mobiljára, mert mindig azt bújja. Semmilyen minőségi időt nem töltünk már együtt, csak a Netflix, meg a közösségi felületek léteznek számára, vagy filmeket tölt le, játszik. Ha megpróbáljuk szabályozni, dűralmot kap, és nagyon feszült lesz. Teljesen eltávolodtunk egymástól. Az adventista egyház jutott eszembe, amikor azon töprengtem, kihez fordulhatnék ebben a válságos időszakban. Ismerős probléma? Küzd valaki hasonlóval? Vagy harmadik eset. Adventista vagyok, de nem igazán kapok segítséget az imaházamban, ahová járok, mivel úgy tűnik, nem értik meg a problémámat. Ha feszült, frusztrált, szomorú, csüggett vagy fáradt vagyok, akkor eszem. Kényszeresen. Sokat hisztam az elmúlt időben, és tudom, hogy egészségtelen, amit csinálok, mégsem tudok leállni. Olyan adventista testvérekre lenne szükségem, akik valóban megértik a nehézséget, amin keresztül megyek. Van bármilyen lehetőség arra, hogy segítsenek rajtam? Nagyon várom a választ. Ismerős nektek az a probléma, hogy valaki mondjuk a stresszre eszik? Szoktatok a stresszre használni mondjuk, és előfordul az, hogy ez megkötöz valakit? Negyedik eset. Segítségre van szükségem, mert nagyon nehezen tudok lazítani. Folyamatosan pörgetem magam, és nem tudok leállni. Ha nem dolgozom, vagy teszek valamit másokért, lelkiismeret furdalásom van. Közben nem nagyon tudok odafordulni a hozzám legközelebb állókhoz, és szenvedek. Hogyan tudnék lassítani és örömet találni abban, hogy egyedül vagyok, és Istenhez kapcsolódom? Fontos kérdések, ugye? Fontos elakadások. A kérdésem úgy szól, hogyha titeket keresne meg valaki ezen kérdések bármelyikével, mit mondanátok neki? Mi lehetne a legjobb lehetőség? És nem mondhatjátok azt, hogy hát járt itt valamikor egy lelkész Magyarországról, ő foglalkozik a függőségekkel, kérem a telefonszámát és hív fel őt. Tehát itt kéne helyben segíteni. Ugye 4 fajta függőséget hoztam, volt benne kütyű, volt benne evés, volt benne stimulás, volt benne munkamália, kényszeres segítség. Tehát ezek mind függő pályák. Ha valaki hozzátok fordulna személyesen, mit mondanátok neki? Mi lehetne szerintetek a legjobb válasz? A legjobb hozzáállás? Aminek nincsen jobb szerintem. Istennél van a megoldás, menj hozzá, ő a szabadító, ő képes téged minden bajodból kimenteni, bízz benne, add át neki ezeket a függőségeket, és ő fel fog téged szabadítani. Jó válasz? Jó válasz, de nem a legjobb. Nem a legjobb. Sokszor ezzel nem tudunk mit kezdeni, nem?
Mire vágyunk akkor, amikor egy ilyen elakadás, egy ilyen függőpálya az életünkben kiszélesedik, és már kevés az, hogy saját erőből, vagy akár Istenhez kiáltva meg tudjuk ezt küzdeni? Mire vágyunk? Megértésre. Jó, és ezt a megértést hogyan tudnám képviselni felé? Meghallgatom. Igen? Vannak függő szakemberek, keres egy olyan szakembert, aki neked tud segíteni ebben. Vannak olyan önsegítő csoportok. Nagyon jó válaszok, de nem a legjobb. Mi lehet szerintetek egy még jobb válasz? Keresse még nagyobb szenvedélyt, függjél Istentől, Krisztustól, és a Krisztus szeretete téged ki fog húzni ebből az állapotból. Ez sokkal nagyobb szeretet, neked is segíteni fog abban, hogy könnyedén tud letenni ezeket a függőpályákat. Nagyon jó válasz. De szerintem még mindig nem a legjobb. Keresse egy másik függőséget. Váltsd fel ezt a függőséget, mondjuk függjél inkább a gyülekezettől. Gyere többször közénk. Nagyon jó válasz, de nem a legjobb. Egy igaz barátja, aki nem ítél el, hanem elfogad, és meri vállalni azt, hogy az ő életében is van valami. Ó, melegszik, melegszik. Tudjátok, egyszer egy nagyon katartikus élményem volt. Hozzám jött egy testvérem, és elmondta, hogy van egy olyan hormonális betegsége, hogy hullik a haja. És egy fiatalabb lány volt, és nagyon sok gondja volt a saját önértékelésével is. És hát ebben az elakadásában láttam, hogy el van csüggedve. És jöttek bennem is ezek a jó válaszok belülről, és már nyelvem volt az, hogy elmondom neki, hogy bízz Istenben, mert ő szeret téged. És hogyha kinyitod a Bibliát, és imádkozol, akkor ő meg fog szabadítani. És még ott mondtam valamit, vettem a levegőt, azt mondta, hogy tudod, Gábor, mindenki azt mondja nekem, hogy bízzak jobban Istenben, nyissam ki a Bibliát és imádkozzam, és hogy ez nem segít. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit tudnék neki mondani. Voltam-e hasonló helyzetben? És rájöttem, hogy 19 évesen kiukadt a tüdőm, és kórházba kerültem, és félrekezeltek, és egy hónapig voltam egy orvosi műhő miatt ott az ágyamhoz láncolva, és milyen tehetetlenek éreztem magam, és milyen nehézségeken mentem keresztül, és rájöttem, hogy az egy hasonló érzéstartomány volt, mint amit ő érzett most. És elmondtam, hogy én is voltam hasonló helyzetben, és akkor én ezt és ezt éltem meg. Nem tudtam neki semmi okosat mondani, csak megosztottam a saját tapasztalataimat, és azt mondta, hogy Gábor, ez nagyon sokat segített nekem. És én csak forgattam a szemem, hogy de nem mondtam semmi nagy dolgot, csak kapcsolódtam hozzá, és az ő érzéstartományán keresztül megpróbáltam megosztani ezt, hogy én hol és mikor éltem meg hasonlót, és nekem mi segített. És a válaszok mind jók voltak, csak egy dolog hiányzott belőle, oda jön hozzám valaki az elakadásával, a függőség, és mondhatom neki azt, hogy tudom, mit érzel. Én is megtapasztaltam a függőségnek a lehúzó erejét. Nem fölötted vagyok, lehet, hogy előtted vagyok egy pár lépéssel, mert megérted, hogy Isten szeretett, mit tud adni nekem. De én nem egy UFO vagyok. Én a társad vagyok ebben az életben, és tudom, mit jelent elakadások között, tudom, mit jelent függőségek között, tudom, mit jelent nehézségek között élni az életemet. És tudok miben kapcsolódni hozzád. És ha ezt elmondom, és utána mondom azt, hogy nekem Krisztus mit tudott adni. Nekem az Isten szeretet hogyan váltotta meg az életemet. Az már nagyon szép kapcsolat. De a függőségnek az ellentétje nem a józanság, hanem a kapcsolódás. Azért jött Isten a földre, testben, hogy megmutassa, hogy mit jelent összekapcsolódni az emberrel, valóságosan. Nem csak elméletben. És alapvetésként szeretném Jézus szavait idézni Márk evangéliumából, aki azt mondta, ismerjétek jól az igét, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Megpróbáltam kiemelni vastagon és színessel azt, hogy az állapotunkat hogyan szólítja meg itt Jézus ebben a kijelentésében. Kétfajta megközelítést olvasunk, betegek vagyunk és bűnösek vagyunk. És azért szeretem mind a kettő megközelítést, mert én hiszem azt, hogy ebben a földi létben nagyon sok betegség az
nem a mi hibánk, nem a mi felelősségünk. Beleszületünk különböző családi rendszerekbe, és itt, ahogy tegnap én is kicsit meséltem magam, nagyon hálás voltam, hogy hallottam Istvántól és másik testvéremtől is azt, hogy megosztották, hogy nekik hogyan és milyen kihívásokat jelentett az a közeg, ahol éltek, ahol felnőttek, milyen sérüléseket éltek át az életükben. Ezek nem a mi hibáink. Megbetegszik a lelkünk. És a betegségünket Isten nem úgy közelíti meg, hogy na te, ilyen és olyan hitvány alak, szégyeld magad. Hanem látja Isten, hogy nekünk szükségünk van orvosra, mert betegek vagyunk. És szükségünk van megváltóra, mert bűnösök is vagyunk. És a saját bűneink is ott vannak az életünkben. És én itt szeretném most megszólítani minden testvéremet, mindannyiótokat, hogy vannak betegségeink. És szeretnék egy más megközelítésben azzal, vagy azon gondolkodni veletek, hogy ahogy megszületünk és ahogy cseperedünk, milyen folyamaton megyünk keresztül. És ezelőtt egy idézetet szeretnék veletek megosztani. Egy Gerald May nevű amerikai szakember a következőket mondja, ő egy hívő függőkkel dolgozó szakember, és a következőt írta le a Függőség és Kegyelem című könyvében. Édes Tóba, 20 éve hallgatom az emberek szívének sóhajait, és meggyőződésemmé vált, hogy velünk született tulajdonságunk az Isten utáni vágyakozás. Akár vallásosak vagyunk, akár nem, ez a vágyunk lelkünk legmélyéről fakad, és egyben legdrágább kincsünk is. Ettől nyer értelmet az életünk. Némelyek elfojtják magukban ezt a vágyat, eltemetik meg annyi fontos ügyük alá, így sokszor már tudatában sincsenek. Az is előfordul, hogy a teljesség, a tökéletesség vagy a beteljesedés utáni vágy formájában jut kifejezésre. És most jön a lényeg. Akárhogyan írjuk is körül, nem más ez, mint a szeretet utáni vágyakozás. Csóvárgás azután, hogy szerethessünk, hogy szeretve legyünk, és hogy a szeretet forrása közelébe férkőzhessünk. Ez a vágyódás az emberi lélek legfőbb jellemzője. Ebből fakadnak végső reményeink és legnemesebb álmaink. Mit mond ez a szakember? Azt mondja, hogy három dolog kell ahhoz, hogy azt érezzük, hogy a helyünkön vagyunk és boldogok legyünk. Az egyik az, hogy legyen forrásunk a szeretethez, érezzük, hogy szeretve vagyunk, és tudjuk továbbadni ezt a szeretetet. És bármi is a körülményrendszerünk, bármilyen kihívások, bármilyen nehézségek között kell, hogy éljünk, hogy ez a három egyben megvan, akkor azt érezzük, hogy boldogok vagyunk és a helyünkön vagyunk. Ez a legfőbb vágyunk. De nagyon sokszor ezt a vágyunkat korlátozza sok minden, és sokféle elakadás, sokféle sérülés. Amiről szeretnék veletek gondolkodni, az az, hogy ez a vágyunk honnan indul. Mikortól lesz fontos, hogy valaki szeretve legyen, és forrás legyen a szeretethez? Mikortól fontos? Már születésünk pillanatától kezdve, ugye? Egy egészséges családi rendszerben, ha a családi rendszer egy kör, akkor hol van a gyermek helye? A kör közepén, ugye? Egy egészséges rendszerben a gyermek azt hisz, hogy szeretve van, biztonságban van, van egy olyan keretrendszer, egy olyan egészséges háttérország, amiben ő egészségesen és biztonságosan tud fejlődni és létezni. De nagyon sokszor élhetjük meg azt, hogy a családunkban vannak sérülések. És ha a gyermek nem érzi a kör közepén magát, akkor megpróbál valahogy kompenzálni, ellensúlyozni. Ezért hoztam egy K betűt. Alapvetően három ilyen kompenzációs időszakot látok én az életben. Az első gyermekként indul. Ha egy gyermek nem érzi magát biztonságban szeretve a családi kör közepén, akkor szerintetek tudat alatt milyen eszközei vannak arra nézve, hogy több szeretetet kapjon és biztonságban érezze magát jobban? Mit tehet egy gyermek? Mit gondoltok? Zsarolja a szülőket? Mivel zsarolja a szülőket? Tehát félre megy az iskola helyett, és mondjuk ez a negatív viselkedés több figyelmet eredményez számára. Ez is lehet. Van-e más lehetőség egy gyermeknek, hogy több szeretetet kapjon? Hisztizik? Igen. A rossz viselkedés, ez körülbelül az előzőnek a más megnyilvánulása, tehát a negatív figyelem is figyelem, és a gyermek sokszor élheti meg azt, hogy foglalkoztatok velem, csinálok valamit, amivel kihívom a környezetem mondjuk rosszallását. Ez nem annyira pozitív figyelem, de mégis egy picit közelebb kerülök ahhoz a figyelemhez, amire vágyom. Csak nem azt fogom kapni. Mi ennek az ellenkező megnyilvánulása? Ez is nagyon fontos. Ez is egy lehetőség.
De mi a bűnbak szeretnek az ellenkező megnyilvánulása? Teljesítés. Úgy mondják a szakemberek, hogy az a hős szerep. Az a gyermek, aki rájön arra, hogy több figyelmet és több szeretet kapok akkor, hogyha jó vagyok. Ha a gyülekezetben az aranymondás versenynek én vagyok a bajnoka. Hogyha én vagyok a legsegítőkészebb, a legaranyosabb, a legkedvesebb, a legjobb tanuló, a legjobb sportoló, akkor több szeretetet, több figyelmet, több elismerést kapok. Ezen nem azt akarom mondani, az a gyermek, aki jól viselkedik, és ilyen kis tündér, az arról szól, hogy ő sérült. De nagyon sokszor szólhat arról is, és amikor oda megy egy mondjuk gyülekezetbe járó szülőhöz a testvére, hogy hát mitől ilyen fantasztikus a gyermeked, lehet, hogy attól, hogy el van hanyagolva. Lehet, hogy attól, hogy kevesebb a szeretet és a figyelem, és a gyermek így próbál ellensúlyozni valamit. A másik lehetőség, ez a bűnbak szerep, amikor a negatív figyelmet éli meg valaki figyelemként, és nagyon sok sérült fiatalt látok, vagy gyermeket látok, aki elkezd egy olyan negatív magatartással megpróbálni kompenzálni, hogy figyelmet kapjon, amitől persze nem lesz jobb az élete, mert a negatív figyelem az nem fogja megerősíteni őt. És ott van egy lehetőség a bohóc szerepre is. Főleg a szenvedélybetegek családjában lehet észrevenni az, hogy gyakran a legfiatalabb gyermek lesz az, aki elkezd bohócként viselkedni. Hoztam is ide egy talán jól ismert közszereplőt, aki már nem él. Hogy hívják őt? Robin Williams. Tudjátok, hogy hogyan halt meg Robin Williams? Öngyilkos lett 10 évvel ezelőtt. És ugye a bohóc szerep az tud rögzülni valakin, de a bohóc szerep rögzül, attól nem biztos, hogy jól érzi magát a bőrében. A bohóc szerep az több népszerűséget, több figyelmet, több pozitív visszajelzést ad. De nézzük meg a bohócot a magányában, a szoba 4 fala között. Itt van egy történet is felírva, ami arról szól, hogy egyszer egy ember elmegy az orvoshoz, mert nagyon depressziósnak és letaglócottnak érzi magát, és elmondja neki az orvos, hogy hát minden rendben, ma este Pályácsi a bohóc felép a városban, menj el, hallgass meg őt, és ő majd kihúz ebből az állapotból. És az ember elsírja magát, hogy de hát én vagyok Pályácsi, én vagyok a bohóc. Engem ki fog kihúzni ebből az állapotból? Ez nagyon fontos, amit mondtál, kedves testvérnő, hogy van egy lehetőség, hogy én leszek az elveszett gyermek. Az a gyermek, aki sok sérülést vagy sok fájdalmat él át, lehet, hogy kialakít magának egy olyan környezetet, ahol a saját kis világában el van jól, de nem nagyon tud nyitni mások felé. Ő az, aki ott ül a libikóka egyik felén, vagy a játszótéren távol a társadalmat, és nehezen tud beilleszkedni, mert nem tanulta meg, mert elveszett. És felteszem azt a kérdést, testvérek, hogy szerintetek egy gyermek tud-e többfajta kompenzációs cselekedettel is élni? Én például voltam elveszett gyermek, nehezen illeszkedtem be, sokat bántottak mások. Voltam bohóc is, mert főleg középiskolában ettől népszerűbbé váltam, és voltam hős, aki megpróbáltam maximumot nyújtani, csak hogy még jobban szeressenek. De hogyha valakinek a lelke sérült, szerintetek a kompenzációs törekvéseivel meg fog gyógyulni? Ettől meg fogja tudni változtatni a környezetét? Lehet, hogy kap több figyelmet, de a szeretetben nem fog tudni kiteljesedni az élete. És itt jön az, hogy ha nem érzem azt, hogy a családomból megkapnám azt, amire szükségem van, akkor hol tudok a következő területen kompenzálni? Amit valószínűleg ti is megtettetek, hogyha volt sérülésetek. A baráti kör, a párkapcsolatok, a társkapcsolatok a következő lehetőség, ahol megpróbálhatok több szeretetet begyűjteni magam számára. Ez a kompenzációnak a második lehetősége. Minél több szeretetkapcsolatot építeni másokkal, minél több impulzus begyűjteni, minél több szeretet impulzussal feltölteni az üres szeretett tankomat. Így is működhetünk. De van egy probléma, melyik ember képes egészségesen szeretni másokat? Ugye, hogy olvastam Gerald Mayt-től, akinek van forrása a szeretethez, az tud jól szeretni másokat. Ha nincs forrásom, akkor használni fogok másokat. Egyszer egy szenvedélybeteg anyuka a következőket mondta nekem, drámai mondat volt. Azt mondta, azért szültem gyereket, hogy valaki végre engem is szeressen. Milyen tragikus mondat, nem? Az a gyermek mire volt károsztatva szerintetek? Hát neki kellett volna kapni a szeretetet az édesanyjától, és tőle akart valamit elszívni az anyukája. Amikor ezt elmondta, a gyermekem már kamasz volt, és pokoli volt a kapcsolata a saját fiával. Mert nem volt forrása a szeretetet, és megpróbált másoktól valamit elszívni. És az a tapasztalat, mondok egy pár mondatot, amit gyakran hallok,
És délután erről lesz majd szó, hogy hogyan tudok egészséges, hogyan szoktam betegen kapcsolódni másokhoz. Mondok egy-két tipikusan beteg mondatot, ami előjelez egy nagyon rossz párkapcsolatot. Fél ember vagyok, csak egy társal lehet teljes az életem. Ez olyan szépen hangzik, nem? Kell egy segítőtárs, mert én úgyis defektes vagyok. Még vannak ezek a medálok is, hogy ilyen félbetört medál, kicsit hézagos, a másik fele pedig pont összekapcsol vele. Hol lehet probléma ez a mondat, hogy fél ember vagyok, és csak a másiktól leszek teljes? Vagy miért probléma ez, ha probléma egyáltalán? Mit gondoltok? Tessék? A másik pont nem passzol hozzám. Ez is lehet probléma. Tessék? Függő vagyok valakitől. Nem találom meg a másik. Nem találom meg a másik felemet. Én azt gondolom, mert ott is probléma van, hogy miért fél emberként akarok kapcsolódni. Nem lehetek egész az Istennel való kapcsolatomban? Ha másikból akarok én felépíteni valamit, akkor ez a társfüggőségnek az alapja, a kodependencia, úgy nevezik a szakemberek. Ha én azt mondom, hogy én csak akkor lehetek teljes, hogyha a másikhoz kapcsolódom, az azért veszélyes, mert a másikhoz történik bármi, én is szét fogok hullani. Van egy magyarországi sláger, Demjén Ferenc énekli, hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. És ha te nem vagy, akkor én sem létezem. Benned vagyok elrejtve, és hogyha te már nem vagy, akkor én is meg fogok halni, megszűnök létezni. Én azt mondom, hogy Isten bennünket egészekké akar tenni önmagunkban is, a vele való kapcsolat által. És hogy egy párkapcsolatból szeretnék teljesebbé válni, önmagában ez egy szép pártyújtásra vágyom, de mindenképpen sérüléseket fog okozni a későbbiekben. Azt mondta, hogy szeret. Ezt eddig nem sokszor hallottam, úgysem tudom elfogadni magam, de ő igen. Vagy ki akarok lépni, vagy menekülni a jelenemből, mindenhol jobb, mint ott, mint otthon. És belemenekülök egy sérült közegből egy párkapcsolatba. Vagy látom, hogy bajban van, majd az én szeretetem által megváltozik. Én majd megjavítom. Nekem van hitem, ő egy kicsit defektes, de majd én megfoltozom azt a defektet. És majd a szeretetem által ő is megismeri Istent, és majd megtér, és majd ha megtért, és megismerte Istent, akkor majd együtt járunk a gyülekezetbe, és milyen szép lesz. De sokszor mutatja azt, hogy akár a magamhoz, akár a máshoz való viszonyulásom, az hibás. A legszomorúbb ilyen mondat, amit gyakran hallok függőktől, hogy amikor megismertem a páromat a pszichiátrián. Ugye az egy jó alap lehet egy tartós párkapcsolathoz. Szóval ti is találkozhattok azzal, hogy milyen az, amikor valamilyen motivációmban már mutatja azt, hogy én még sérült vagyok, én még nem ismerem meg igazán a személyes szerető Istenemet, de szeretnék valahogy egy másik embertől teljesebb, egészebb, szeretettebb lenni. Nem szokott működni, és én egy felépülő szenvedélybetegtől hallottam azt, talán mondtam 9 éve is, mert az egyik kedvenc példám ez, hogy ha párkapcsolatokat kéne betűkkel ábrázolni, akkor az egészségtelen kapcsolat az milyen betű? Ha nem emlékeztek rá, akkor örülök. Az egy A betű, az egészségtelen kapcsolat. Mi a baj ezzel a típusú kapcsolódással? Mit gondoltok? Hisz a háztetők is mondjuk elég stabilan megállnak, nem? Van fölül egy kapcsolódás, van középen, ez viszonylag stabil. Köszönöm szépen, nagyon fontos az észrevétel. Az a baj ezzel a fajta kapcsolódás, az egyik dől, akkor dől vele a másik is. Ha ő dől, dőlök vele, ha én dőlök, dől velem. Tehát az instabilitásunk el van egymásban rejtve, nagyjából stabil, addig, ameddig senki nem mozdul. De én függök a másik embertől. Én nem vagyok stabil önmagamban, hanem a másiktól való függőségben élem az életemet. És ha vele vagy velem bármi történik, a rendszer összeomlik. Hogyha az egészségtelen az az A betű, akkor milyen az egészséges? Mit gondoltok? Én a H-t javaslom inkább. Mert a H-nak milyen betű az alapja? Az I betű, nem? Én állok stabilan, egyenesen, Istenben erősen az életemben, és kapcsolódni szeretnék egy másik emberhez. Nem tudok, tehát tudok nélküle is létezni, de szeretem őt, és szeretetből szeretnék hozzá kapcsolódni. De ha ő elesik, akkor én fel tudom segíteni. Ez melyik könyvben van erről szó? Emlékeztek? A Prédikátor könyvében. Vagy együtt megmelegszünk, közösen többek leszünk.
és a hármas kötél nem szakad el hamar, amiben benne van az Istenhez való személyes kapcsolódásom is. Itt nem egy másik embertől függök, hanem van egy szerető, személyes megváltóm, és stabil vagyok a párom nélkül is, de vele, a segítő felemmel, a társammal még stabilabb lehetek, és még közelebb kerülhetek a jó Istenhez. Erre adta Isten az egészséges kapcsolatokat. De Sátánnak van konkrét, személyre szabott terve, hogy hogyan elcsinál bennünket, sokszor a beteg kapcsolataink által. És ugye azt is mondhatnám, hogy gyakran gondolkodik úgy a társfüggő ember, hogy én egy fél ember vagyok, és ha megtalálom a másik felemet, akkor ez egy tipikus összeadás. És fél meg fél, egyenlő egy egész. Ez olyan jó hangzik, nem? De a kapcsolódás az nem összeadás, hanem szorzás. És félszer fél, az nem egész lesz, micsoda nem is fél, hanem negyed. A beteg kapcsolatainkban, ha betegbódon kapcsolódok, hogyha nincs egy stabil alapom a személyes megváltómban, akkor az ilyen kapcsolatok engem le fognak szívni, le fognak radírozni. Isten nem ilyen kapcsolatokat álmodott meg nekünk. De ugye ott tartunk, hogy szeretett vágyam van, megpróbálok kompenzálni otthon, megpróbálok kompenzálni a kortárs közegemben, a párkapcsolataimban, a társkapcsolataimban, és hogyha ez sem működik, ott a lehetőség a harmadik kompenzációra, ez pedig már a függőségeim lesznek. Nem érzem magam szeretve, bekapcsolom az okostelefonomat. Nem érzem magam szeretve, nem érzem magam jól a bőrömben, megeszek két tányér krumpli paprikást a hűtőből. Kitakarítom még egyszer a házat, mert jó érzést ad az, hogyha rend van és tisztaság van. Elmegyek és segítek valaki másnak, mert akkor hasznosnak érzem magam. Dolgozom látástól vakulásig, mert annak eredménye van, és mások is meg fogják simogatni a buksimat. És soroltam napestig, hogy hány és hány olyan függő pályánk van, amivel megpróbáljuk eltakarni azt a vágyunkat, hogy Isten hiányzik az életünkből, és nem érezzük magunkat szeretve, nincs forrásunk, és nem tudunk mit továbbadni. És ha már itt tartok ennél a témánál, és köszönöm, hogy beharangoztad, hogy kicsit hosszabb leszek István, mik azok a függőségek, amiket bennünket adventistákat jobban el tudnak ejteni? A függőségeket a szakemberek alapvetően három kalapba sorolják. Vannak a szerfüggőségek, ezeket talán mindenki ismeri, az alkohol, a drogok, a gyógyszer, a nikotin, a koffein, a csokoládénak a teobromin tartalma, lehetne sorolni sokáig. Erről kevesebbet szólnék most, de vannak a viselkedési addikciók, ami egy viselkedési formához köt bennünket, és vannak a kapcsolati függőségek. Erről lesz majd szó délután a házasok körében konkrétabban. De azért most délután is szeretnék erről gondolkodni veletek. Mert a Biblia az tulajdonképpen azt képvisel, amit én is, hogy a függőség állapotában láthatjuk meg azt, hogy szükségünk van a kegyelemre. És legtöbbször Isten a Bibliában úgy mondja, hogy ő a megváltó. Miből akar megváltani? Az én függő, elakadt állapotomból. És a függőségednek mindig lesz valamilyen megnyilvánulási formája. Nézzük a bibliai példákat. Ismétlet talán a szakaszt, aminek az a vége, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Tudjátok, hogy előtte mit olvasunk ebben a bibliai szakaszban? Miről beszél itt Pál apostol? Mert ez csak a konklúzió, mit mond előtte. Arról beszél Pál apostol, hogy kijött egy néptömeg Egyiptomból, nem egy-két, nem száz, nem 200 000 emberről beszélünk, egy milliós tömegről, és azokból, akik kijöttek, hányan mentek be az ígéret földjére. És ezek az emberek, akik a pusztában meghaltak, miért haltak meg? Mit csináltak? Nagyon egyszerű dolgokat ír le Pál apostol, amik megkötözték ezeket az embereket. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, de azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amik éppen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek. Amint megvan írva, leült a nép enni és inni, felkeltek játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000-en, se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértettek némelyek, vagy kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt, se pedig ne zugolódjatok, miképpen ők közülük zugolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, ezekhez az időnek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll,
meglássa, hogy el ne essen. Mi által estek le ezek az emberek ott a pusztában? Mit csináltak? Ettek, ittak, játszottak, zúgolódtak, paráználkodtak. Ezek közül sokat teszünk mi is, nem? Átadhatóan tűnő dolgok. De mi van akkor, amikor az Istentől szorítja ki az időt és a helyet az életünkből egy-egy hétköznapi cselekedetünk, hétköznapi gyakorlatunk, és válik bálványa az életünkben, úgyhogy észre sem vesszük. Nézzük bibliai példákat, jó? Itt van a kép, és ti mondjatok hozzá nekem neveket. Tudtok olyan bibliai szereplőket, akiket az anyagi biztonság utáni vágy kötözött meg? Vagy ejtett csapdába? És vesztették el az örök életüket? Júdás, Géházi, Ákán, Jobb feleség, Ananás és Zafira, a gazdag ifjú. Tudjátok a példákat? Ugye hány és hány ilyen példa van a Bibliából? A szexualitás, a párkapcsolat. Tudtok? Dávid, Sámson, Salamon, és még sorolhatnám. Mások elismerésének a vágya. Mit mondanak rólam? Megölte Saul az ő ezerét, Dávid az ő... Tízszer jobban szeretik, tízszer többet tulajdonítanak neki. Itt kezdett elsötétülni Saul. Vagy például, amikor Pilátus elítéli Jézust, miért ítéli el? Hallja, hogy a tömeg ugye befolyásolja, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Ott van egy Porcius Festus is. Egy földdarab, egy telek, egy szőlő is lehet megkötöző erő. Kire gondolhatok itt? Ugye Akháb vagy Akháb király, így van. Tehát figyeljetek meg, hogy ha megnézzük a Bibliát ezen a szemüvegen keresztül, minden embernek szinte, mielőtt a kegyelemmel találkozik, van egy olyan terület az életében, amit használ arra, hogy a szeretet vágyát valahogy betöltse. Hoztam példákat. Például az első csoport, Dávid és Adónia vagy Absalom, Éli és fiai, Sára és Izsák, Rebeka és Jákob, milyen kapcsolatokról szólnak? A szülő-gyermek kapcsolat. A szülő-gyermek kapcsolat lehet megkötöző? Az egyik legszebb kapcsolat, de például azt olvasom, hogy Dávid soha nem mondta Adóniának azt, hogy fiam, miért cselekszel így? Ugye Éli a saját fiaival szemben nem mert fellépni, ami tragédiához vezetett. Sára és Izsák kapcsolata. Volt ott valami sérülés? Vagy Rebeka és Jákob kapcsolata? Volt valami sérülés? Vagy nézzük az alsó sort. Akháb és Jézabel, Sámson és Delila, Ábrahám, Sára, Jákob és a feleségei, Salamon és a feleségei. A párkapcsolatokban olyan kihívások, olyan függő pályák tudnak megvastagodni, amik az embert szétszedik. És tragédiákhoz vezetnek. József és testvérei, Jónás a niniveiek felé, Saul haragja. Mitől válhatnak emberek függővé? Lehet-e függőséget kialakítani, hogy tényező mondjuk egy érzés? Mondjuk a harag, a neheztelés. Értetek már meg olyan testvérek, hogy volt egy olyan sérülés, amit nem tudtatok elengedni? Egy olyan düh, egy olyan harag, amit nem tudtatok valahogy megbocsátani a testvéreteknek, a társadoknak? Szerintem előfordulhat. És a neheztelés, a harag is lehet egy olyan megkötöző érzés, amitől nem tudok szabadulni. Pál apostolnak is volt függősége. Nem tudom, tudjátok-e, mert ő maga val erről, hogy mi volt az ő függősége, mielőtt megismerte Jézust. Tudjátok, hogy mit mond Pál apostol? Saját magáról. Azt olvasom, hogy ő ezt mondja, Galatáj 14. Felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sokkortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Annyira szerette, annyira rajongott a hagyományokért, hogy képes volt tüzelvassal írtani a keresztényeket, akik veszélyeztették ezt a szent hagyományt számára. Ebből kellett megtérnie többek között Pál apostolnak is. De ami fontosabb kérdés, lehet-e a vallás is függőség, mit gondoltok? Lehet-e a vallás is olyan menekülési pálya, amit használok, hogy jobban érezzem magam, de mégsem kerülök közelebb az állított szeretethez, vagy egy személyes megváltóhoz. Mit gondoltok, testvérek?
Az egyik legveszélyesebb függőpálya az a vallás függőség lehet. Itt van egy csoport, a farizeusok csoportja. A legnagyobb tiszteletnek örvendtek, az írástudók csoportja. Ismerték sokszor az egész Tórát, a mózesi könyveket, fejből. Mégis ők voltak a legelvetemültebb ellensége Jézus Krisztusnak. Olyan szomorú be belegondolni, nem? De akik jönnek a napkeleti bölcsek, tudják, hogy hol fog megszületni a megváltó, de mégsem rohannak a bölcsekkel együtt, hogy ők is láthassák, és dicsőséget vagy tiszteletet teljessenek neki. És olyan szomorú látni azt, hogy ez nem csak a farizeusok problémája. Olvassuk az egyik gyülekezetnek itt jelenések könyvében, levélben, Szárdisznak, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Mi Laodicea problémája? Pont ez. Hogy gazdagnak érzem magam, ott vannak nálam, úgymond úgy gondolom, hogy gazdaságomnak az alapvető letéteményesei, és mégis azt mondja Isten egy csoportnak, vagy Jézus, hogy soha nem ismertelek titeket. Milyen szomorú ez, nem? Olyan embereknek mondja ezt, akik azt mondják, a te nevedben tettünk hatalmas dolgokat, gyógyultak emberek, történtek csodák. És azt mondja nekem, mondhatja nekem is Jézus, hogy téged nem is ismerlek, barátom. És milyen szomorú az, amikor úgymond a jó függőségek kötöznek meg bennünket. Szoktam mondani, hogy a munkamániás az nem szorgalmas, a vallásfüggő nem szent, a kényszeres segítő nem jó szívű, bár azoknak tűnnek. Ezek az emberek mind betegek Krisztus nélkül, egy személyes megváltó nélkül. És a vallásos betegség kétféleképpen jelentkezhet. Az egyik az, hogy körülnézem magam a bőrömben, úgy mondaná a drogfüggő, hogy bejön az anyag. Működik a képmutatás, mint a farizeusoknál. De ott van az is, amikor nem lelem örömöm a gyakorlatban, már nem örömmel megyek az imaházba, már nem működik a képmutatás, de nincs jobb. Azért nem tesz a dolgokat, mert nem szabad tennem. A hitelveim nem engedik, a Biblia nem engedik. Én szívesen csinálnám, de nem szabad. És fontos kérdés, hogy hálásan józanodom, hálásan változom, járok a megszentődés útján, vagy izomból tartva magam. Néha persze vannak időszakok, amikor izomból kell tovább mennünk, mert nehéz. De olyan szép volt megtapasztalnom, mert egyszer elhívtak egy reggeli tévéműsorban Budapesten, és jött velem egy felépülő szenvedélybeteg is, és megkérdezte tőle a műsorvezető, hogy magának nem szabad innia? Tudjátok, mit válaszolt? Egyszerűen csak megfordította a szórendet. Nem, nekem szabad nem innom. Mennyivel szebb ez a megközelítés, nem? Nem arról szól, hogy nekem nem szabad valamit csinálni, szabad vagyok arra, hogy ne azt tegyem. Mert az életem gazdagabb lett, teljesebb lett, hogy megismerhettem Istent. Megismerhettem az ő szeretetét, és eredőzhettem benne. De olyan sokszor van az, hogy eltitkoljuk, ha már a ChatGPT-t hoztad, és köszönöm szépen ezt a példát. A legtöbbször megjelenik az, hogy szégyeljük megmutatni a valóságot a testvéreinknek. Eltitkoljuk, letagadjuk, mert mit fognak szólni mások? Hogyan fognak gondolkodni rólunk? Például, szabad egy keresztény embernek asztalt borogatni, testvérek? Mit mondanátok erre a kérdésre? Szabad egy keresztény embernek düböl egy asztalt felborítani? Persze szabad, mondhatjuk, ha az Jézusi szent harag és a kufárokat üsztük ki a templomból. Akkor szabad. De mi van akkor, hogyha én nem így borítottam fel az asztalt? Ha leugyatottam a gyermekem fejét? Hogyha indulatból összetörtem valamit, vagy megbántottam azt, akit a legjobban szeretek? Előfordult már veletek? Velem már igen. De nem szabad, mert egy keresztény ember nem borogat asztalt. Nehogy megtudja valaki más, mert mit fognak gondolni. Egy keresztény ember nem borogat asztalt. Vagy megteszem, de nem beszélek róla, mert a keresztény ember nem borogat asztalt. Vagy megtettem, nem vagyok rá büszke. Segíts Uram, mert nem vagyok ura a cselekedeteimnek. Imádkozzatok értem, mert az indulataim túlnőttek rajtam, egy olyan időszakban vagyok az életemben, tele vagyok stresszel, az inger küszöböm lecsökkent, és kijön belőlem, szégyellem. Nehezebb kérdés következik. Szabad-e egy keresztény embernek pszichológushoz vagy pszichiáterhez járnia, és segítséget elfogadni mondjuk a depressziójához? Mit gondoltok? Nem, rosszul gondoljátok. A legjobb pszichiáter a jó Isten. És ha én nem tudok a saját erőmből kiverekedni az elakadásaimból, akkor a hitemmel van a baj. Ha jobban hinnék, ha jobban megismerném az Isten szeretetét, akkor nekem nem is kellene szakemberhez járni. És igaz, hogy már nem alszom
fél éve, tele vagyok szorongással, bűntudattal, önváddal, annyira szétszer a depresszióm, hogy alig tudok létezni, de nem beszélek róla, mert mit fognak gondolni a testvéreim? Mit fognak szólni? Tehát én sem megyek el, nem kérek segítséget, mert a pszichiátria az az ördög tudománya. Pszichológusra még nincs is szükség. Mert ha van hited, akkor nem kell pszichológus. Egyébként meggyőződésem, hogy a gyülekezet egy olyan hely lenne, ahol tudnánk és mernénk beszélni a lelki elakadásainkról, akkor kevesebb pszichológusra lenne szükség. De itt van egy ilyen beteg gondolkodás, hogy kereszt egy ember, az nem jár pszichiáter, az nem jár pszichológushoz, mert ha jár, akkor az gyenge a hitében. Második lehetőség, megteszem, de nem beszélek róla, mert a kereszt egy ember nem jár pszichiáterhez. Pláne nem szed gyógyszert. Vagy megtettem, és kérem a segítséget és megértést a hittestvéreimtől, vagy a támogatást, mert egy olyan elakadásban vagyok, egy olyan elfáradt idegrendszer állapotban vagyok, hogy kell a támogatás. Tud Isten használni szerintetek egy hívő pszichológust vagy pszichiátert? Abszolút. Tessék, magamról fogok beszélni. Remélem, nem fogok ezért megvetni vagy elítélni. Ha meg igen, bárkivel szívesen beszélget, amit fogadom a feddést. Nekem rekurrens depresszióm van. 12 éve, sőt, ha a 19 éves koromban jelkezett először, akkor hát most már 26-27 éve szenvedek a depressziómtól. Az elmúlt 12 évben küzdködtem azzal, hogy én nem fogok gyógyszert elfogadni. Tudom és képzelem, valakinek kell gyógyszer, de nekem nem, mert én erős vagyok. Nekem megoldható minden. Aztán, amikor a koronavírust is elkaptam, utána egy olyan állapotba kerültem, ami pszichésen lett még nehezebb az életemben, egyre többször jött el a depresszió, és nem tudtam kézben tartani. És elmentem egy szakemberhez, azt várva, hogy ő majd meghallgat, lesz egy pszichoterápia, sokat elbeszélgetünk, és ő majd megfejti, hogy mi az én lelki zavarom. Miközben én lelkészként dolgoztam, és rengeteg önismereten vettem részt, megdolgoztam a saját sérüléseimet a családtagjaimmal. Tehát úgy éreztem, hogy a Isten sokféle meggyógyított, de itt mégis van valami letapadás és elakadás. És azt mondta nekem a pszichiáter 10 perc után, hogy az a probléma, fiatalember, hogy a családjában van egy csomó depressziós, meg öngyilkos ember. És önnek rekurrens visszatérő depressziója van, ez valószínűleg nem fog attól helyrejönni, hogy nagyon akarja. Kell gyógyszeres támogatás. Szoktuk egy inzulin rezisztens embernek, vagy egy cukorbetegnek azt mondani, hogy higgyél jobban, és akkor meggyógyul a cukorbetegséget. Egy pacsmirigy alulműködésnek mondjuk el azt, hogy ne szedjél hormont, mert a pacsmirigyed majd az imádságra hirtelen felépül. De egy depressziós emberre szoktuk azt mondani, hogy neked nem kell gyógyszer, higgyél jobban. Előfordul. Testvérek, én másfél éve gyógyszert szedek a depressziómra. Másfél éve. Mondhatjátok azt, hogy én nem vagyok eléggé hívő ember. De azért állok ki a gyengeségemmel együtt, mert Istennek egy eszköze lehet egy szakember is. A szerotonin szintem nekem alul működik az agyamban. A gyógyszer nem old meg minden problémát. A gyógyszer nekem annyi, mint a fuldoklónak az úszógomja az óceán közepén. Felszínen tart, de úszni nekem kell. A Jóisten, ez nekem kell közelebb menni. A betegségem egy eszköz arra, hogy elmondhassam, hogy testvérek, én gyenge vagyok, én beteg vagyok, szükségem van rátok. Rengeteg támogatást, rengeteg segítséget, rengeteg együttérzést, rengeteg imádságot kaptam. Mert már nem elbújok a depresszióban, felmerem vállalni. És rengeteg jöttek oda hozzám, és mondták el, hogy de jó, hogy elmondtad, én is küzdök ezzel. Gyógyszert szedek, és nem mertem bevallani, de az is lehet, hogy gyógyszer elhagyható, testvérek. Az is lehet. Mert ha megkapom a megértést, a támogatást, legtöbb embernek nem rekurrens depresszió van, mint nekem. Nekem van egy genetikus örökségem, valószínűleg egy életen át szednem kell egy gyógyszert. De már nem bújok el vele. Mert Isten tudom, hogy szeret és megengedte szeretetében a depressziómat. Mert ez is egy lehetőség, hogy megmutassa az ő szeretetét, és hogy megoszthatom ezt veletek, ez nem arról szól, hogy én magamról szeretek beszélni. A gyengeségemről azért beszélek, mert ez egy lehetőség, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. És a függőségnek az ellentétje nem a józanodás, hanem a kapcsolódás. Erre hív bennünket Isten. És ígérem, már nem fogok sokat beszélni, de a vallásfüggőséggel kapcsolatban az ige tud megkötözni, és ezt nem csak szabadságra vezetni. Miről szóltak Jézus szombatvitái a farizeusokkal? Hogyan próbálta megválasítani számukra, hogy ahogy használjátok a törvényt, a titeket nem felszabadít, a titeket bekorlátoz, és nem egy örömteli, nem egy felszabadult, nem egy
nem egy oxigénben gazdag légkört eredményez, hanem egy beszűkült, egy besavanyodott és egy szürke kereszténységet. Hogyan viselkedjen egy feleség a házasságban? Mit szoktunk mondani? Mit kell a feleségnek tennie? Engedelmeskedni. Fogom férként, jól fejbe csapom a Bibliával. Mit mond a feleség, férve a Bibliát? Te meg szeresd, mint Krisztus. Tss, én is visszacsapok. És persze ez nagyon jó magatartás, csak megint mi történik? Az ige az nem felszabadít engem, hanem számon kérhetem a másikon, hogyha rosszul cselekszik valamit, és nem kiteljesedik az életük a kapcsolatunk, hanem beszürkül. És ezt tudom hívni, a bizottságtételeket, a Bibliát, és nagyon sokféle sérülésnek lehet ez a forrása. Gyorsítok, mert az időm úgy látom, hogy gyorsan elmúlt. Izomból vagy hálásan józanodom. Nem mindegy. Gyakran látok alkoholbetegeket, akik azt mondják, hogy én most nem fogok inni, nem használok. Volt egy felépülő hívő barátom, még most is él, egy idősebb úriember, és elmondta, ő nem adventista volt, elmondta azt, hogy letettem a poharat, és nem ittam már 2 éve. De pokol volt az a 2 év. Mondták, hogy inkább így áll, akkor elviselhetőbb voltál, mint így szárazon. Alkohol nélkül, de elviselhetetlen vagy. És elmondta, hogy annyira feszült volt, tartott még disznókat is, hogy ment el a háza mellett, és idratot belerugott a ház falába, és eltört a lábujja. És sántikált tovább, törött lábujjával, ott volt a disznóhol, elment a disznók mellett, néztem még a malac is nevet rajta, ahogy belecsapott ököllel a malac orrába, eltört a keze is. És hogy ment a törött kézfejével, meg lábujjaival, azzal gondolkodott, hogy valamit rosszul csinálok. Ez így nem élet. Nem vagyok felszabadult. Nincs öröm az életemben. Találkozni kellett a személyes megváltójával, és akkor minden átalakult, minden megváltozott. De azt mondom, hogy a hála a fontos. Mi a hála előfeltétele, testvérek? Mikor fogok élni és átélni hálát, mint érzést? Mi kell a hálához? Szoktatok úgy hálát érezni, hogy megcsináltatok, és de hálás vagyok magamnak. Annyira ügyes voltam. Nem így jön a hála, nem? Mi a hála előfeltétele, testvérek? Igen. Mikor érzek én hálát? Én akkor, hogyha átélem a kegyelmet. A kegyelem átélése tudja a legerősebben a hálát erősíteni az életemben. Ha megkapok valamit, amit egyébként nem érdemelnék, ha van egy elakadásom, ha van egy függőségem, és Isten megszabadít, és felszabadít. Nem én dicsőülök meg, hanem ő. Na, amikor érzem a hálát, az 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 érzés, amit a nem hívő emberek nem fognak érezni. Azt olvasom, utolsó előtt a diakockám, azt mondja Pál, találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Istentől való igazságom a hit alapján. Hogyan valósul meg ez? Mit mond, hogy találtatok? Nem én találom meg magam, valaki megtalál engem. De Isten nélkül nem igazságom van, csak gazságom. Ugye van ez a régi klasszikus, a szavak mögötti tartalom, ugye? Igazság vagy gazság, igaz vagy gaz. És fontos, hogy lássuk, utolsó előtti diakockám, ahogy mondtam, és köszönöm a figyelmeteket, hogy mindannyian megváltott gazemberek vagyunk. Az I betűt azt Istentől kapjuk. Ő teszi oda a pontot is a tetejére. És ha érzem azt, hogy önmagamban egy gaz vagy gazságban élő ember vagyok, és Istentől kapom az igaz vagy az igazság élményét és megtapasztalását, akkor megillek egy másfajta érzést. Átugrom ezt a diakockát, és ahogy mondtam, az utolsó következik. Azt mondják az anonim alkoholisták, hogy van egy érzés, amire nem lehet inni. Egy anonim alkoholista azt fogalmazza meg legtöbbször, hogy amikor aktívan ittam, akkor én mindenre tudtam inni. A kudarcra, a bánatra, a sikerre, az örömre, egy érzés valamire nem lehet inni, ez pedig a hála. A hála az az érzés, amit nem tudok használni. Ha érzem a hálát, ha érzem a kegyelmet, akkor az, amit korábban használtam, függő pályák, szeretetpótlékok, fájdalomcsillapítók elveszítik az erejüket. Elveszítik azt a szerepüket az életemben, amit korábban első helyen töltöttek, mert első helyre kerül Isten. És az, hogy érzem a szeretetét, érzem, hogy szeretve vagyok, érzem, hogy van forrásom ehhez, és érzem, hogy szeretnék mi továbbadni a tapasztalataimat, az élményeimet. Én egy megváltott bűnös ember vagyok, testvérek. Sokféle függőséggel, ahogy mondtam már tegnap este is. Ha a kegyelemtől távolodom, ezek a függőségek erősödni fognak. Ha a kegyelem ott van az életemben, nem kell függőség,
mert ott lesz a hálamintézés. És nem kell, hogy féljek megmutatni magam a depressziómmal, vagy bármilyen más elakadásommal, mert ember vagyok, aki csak úgy vagyok teljes, hogyha tudok kapcsolni hozzátok, meg a megváltómhoz. Gyenge vagyok, ember, de megváltott ember. És azt kívánom, hogy lehessünk így közösségben egymással. Amen. Amen. Énekelni fogjuk énekeskönyvünk 164-es számú énekének első két verszakát, az áldott orvos közeleg. Oh,
Drága megváltónk, szeretnék neked megköszönni azt, hogy te nem mondasz le egyikünkről sem. Köszönjük, hogy arra vágysz, hogy akár betegek vagyunk, akár bűnösök, te orvosként vagy megváltóként tudjál közelebb jönni hozzánk, és megmutatni, hogy a te kegyelmed milyen változásokat tud munkálni a mi életünkben. Te látod, hogy hol vannak a mi elakadásaink, hogy milyen beteg szeretetpótlékaink, fájdalomcsillapítóink vannak, és hogy hogyan tudnak ezek te elét kerülni az életünkbe, vagy bálvánnyá felnőni. Add, hogy ne izomból akarjunk megváltozni, hanem átélhessük azt a kegyelmet, ami veled való találkozásból fakad. Add, hogy merjük megmutatni neked és egymásnak is, hogy hol vannak a sérüléseink, hogy hol szorulunk támogatásra, megerősítésre, testvéri szóra, együttérzésre, közösségre. Add, hogy merjünk ilyen értelemben is közösséget ápolni egymással is veled. Jézus nevében köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Add, hogy átélhessük azt a csodát, és igazi hála lehessen a szívünkben. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Amen.